Hölgyeim és uraim, üdvözlöm minden kedves nézőt. Én még nem hallom Én magamat. se hallak. De Viszont magamat hallom. én magamat nem. Én se hallak téged. Ez szomorú. Pedig piszkálom a kábelt. Szóval, hogyha engem hallotok, az tök jó, én magamat nem hallom, szóval üdvözlöm minden kedves nézőt, itt vagyunk az All Star második napjánál, pontosan második éjszakájáján. Én jó magam, Pírsz vagyok, szia Knax. Szervusz, Pirc, én is üdvözlöm a nézőket, engem szinte biztos, hogy hallotok, de reméljük, hogy Pirc is. Igen, a második naphoz értünk, és igen, hallanak téged is, szuper. 2v2-kkel fogunk kezdeni a mai nap folyamán. Méghozzá az első, hogyha minden igaz, egy picit azért ehhez most csalnom kell, hogy elmondjam, hogy Alexel, Capso és hát Captain Faker. Faker fognak kapitány. Megmérkőzni. Azért ez nem rossz kis csapatnév, nem? Nem rossz csapatnév, abszolút, és mindenképpen frappáns meccseket várunk. A tegnapi nap folyamán ugye voltak mókás egyvjegyek, de voltak mókás tandemek is, akár ugye két szájával. A mai menetrendőnek az első fele, amíg ugye mondjuk fönn is vagytok és nem alszottak el, az ugye ez a pár darab 2v2, majd pedig ugye utána jönni fog újra egy tandem mód, és utána fogunk belecsöppeni majd a kicsikét exkluzívabb játékokba, és talán egy-két irézők hordaga is lehet majd, de egy biztos, hogy először a 2v2-vel fogunk kezdeni. Így van, tandem, amúgy utána majd 1v1-ek lesznek, és ma lesz még egy különlegesebb játékmódunk, az a Nexus Blitz lesz, de az még jó soká van, jó sok óra múlva fogjuk tudni nektek megmutatni. Igen, a Nexus Blitz ugye most nekünk is elérhető már ideje, tehát lehet fel rajta játszani. Ja, játszol vele? Nem. De tudom, hogy van, tehát kettő darab aramra volt időm a mai nap folyamán, és ugye azzal próbáltam bepotolni mindent, amit a Blitzcrank helyett kellett volna tolni. De egy biztos, hogy majd a VR profik nagyon tryhard üzem módban biztos megmutatják azt, hogyan kell rajta játszani. Azt mindenképpen szerettem az All-Star gálában mindig is, kivéve ugye azért tavaly nem volt arról híres, hogy tele lett volna fánnal, de az előtti években viszont, és ahogy idén is, látszik a profi játékosok kicsikét lejjebb adása, vagy a szórakoztatása, mert ugye végig csak a fánról szól, és azt hiszem, hogy tegnap ebben nem volt, és visszajött a hangom. Tehát nem volt erre parasszunk, igaz, csak a bal fülemről hallok, vagy lehet, hogy csak már megsüketültem közben. Tökéletes. Hát akkor tökéletes. Tehát újra visszaestünk ebbe a szindrómába, ami végre szerintem újra az All-Star évvégi záró gálát hozza el, ugyanis ne felejtsük, hogy egész évben tryhardol mindenki, igen. Az évvégén pedig egy kis móka és kacagás beleféri karácsony előtt is, Mikulás után, tehát várom ezeket a kettőket, és szerintem vicces lesz. Igen, és talán az is ezt mutatja, ezt a kis fanosabb részt, hogy most sokkal több az úgynevezett influencer, nem pedig a profi játékos, akit hívtak. Jó, vannak köztük olyanok, akik játékosok voltak, de most már nem azok, most már csak streamerek vagy ilyesmi, de az aránya szerintem sokkal inkább az ő részükre tolódik el, mint sem a jelenleg is aktív profi játékosok felé, úgyhogy, de azért a minőségre így sem lehet panasz. Nem. Hát én őszintén a tegnapban sokat nem láttam, reggel azért becsatlakoztam, de biztos vagyok benne, hogy rendben vannak a dolgok e téren is. Én néztem azért őket, ugye a Game Awards ment mellette, ugye szinkronban, ugye amit szintén néztünk, jó volt is, és vicces volt. Igazából már nem lepődünk meg egy sneaky női cosplayben, lassan azért itt az elmúlt hónapok, és lassan már egy évre beszélünk, amikor ilyenek, hogy belerepülnek az arcunkba, szóval vicces volt. Az, hogy Beng is magára öltötte ezt a rucit, az már egy másik kategória. Jól néztek ki együtt. Azt pont láttam, tényleg jól néztek ki. Bengnek még jó kis, mi az, kontaktlencséje is volt, ő még a szemével is nagyon törődött, hogy jól nézett ki, vagy hogy jól nézzen ki, és tényleg jól mutattak egymás ellen, amit azt hiszem Beng nyert meg, a kettőjük 1v1-ét, ahol hát szintén szája ellen volt nyilván. Mi mással is mérkőztek volna meg. Na mindegy, és amúgy mondtad ezt a fél év egy éves, Nikinek pont egy egyéves kapcsolata, amúgy most azt hiszem a héten lett valamikor egyéves évfordulójuk a szociális oldalak csodái, vagy hogy is a közösségi oldalak csodái, egy ilyeneket lehet tudni, és mindig ő sminkeli ki a cosplayjé közben. De ez milyen jó? Hát abszolút kényelmes dolog, amikor ugye figyelnek a külsődre és nem magadnak kell. Kettő én egy asszony a háznál, Sneakynél. Igen. Igen, és mind a kettőt a barátnő alkotja. Egyik ő maga, a másik meg Sneaky. Szóval egy biztos, hogy lassan azért körülbelül egy másfél-kettő percen belül be fogunk szambázni majd itt azért a jatekba, és elkezdődik a mai nap All-Star gálája ismét, és közben ugye a Faker kapitány csapatánál van egy kis fejmosás, hogy hogyan is kell játszani ezzel a játékkal, valószínűleg ez közdi
az admin kolléganő. Igen, féket gyorsan megtanította. Hát igen, igen, igen. Azért az nem rossz. Nem rossz. Igazából egy darab thumbs up jellel azt mondta már Fakernek, hogy királyság. Nem vitte túlzásba, de azért másik oldalon azért itt lesz még egy pár szó ebbe a 2v2-be. Uh-huh. Bőven. Hát azért a Caps jelezte, Dúr, sem félte némén. Nem. Senki ellen sem. Az egyszer biztos, kíváncsi vagyok, hogy kiket fognak hozni. Erre a kis összecsapás rők itt most nekünk. Utána még lesz amúgy jó sok 2v2-nk. Úgyhogy ideig, ahogy mondtuk, egy óráig körülbelül ezt tudjuk elétek tárni, megmutatni, hogy hogyan is alakul. Remélem fogunk ma Nikót látni, az új hőst, ugye, aki már benn van a játékba. Én magam is kipróbáltam már, de azért itt az All-Star-on, így a profik kezé között mégiscsak jobb lenne megnézni, hogy hogyan működik ez a kis karakter. Hát igen. Egy gyors GG VP irány még Fakert bedúran, aztán pedig... Na azért csak ott van egy kis mosoly. Néha előterem egy kis integetés is, tehát a szociális élet egy évre letudva. Caps pedig mosolyog rajta egy jót. Tetszett neki, amit van. Igen, igen. Jó, úgy néz ki, hogy egy hullám hosszon vagyunk Caps-szel, de azért valójában egy kicsikét ebből a 2v2-ből azért én Fakereket merném kihozni. Igen. Jobban. Viszont jelezték felénk a kedves kollégánk, hogy ma napozni fogunk egész éjjel. Hát nem fogunk fázni. Nem fogunk fázni, tehát jön alánk a fűtés, és még a lámpatestek fűtése is, és még sok minden más is fűt minket, de egy biztos, hogy jó idő lesz ránk egész éjjel. A telepi nap folyamán 7:30-ig voltunk körülbelül bent adáson. Uh-huh. Mindenki egészségesen készülhet arra, hogy ez a nap sem fog hamarabb bezáródni, legalábbis nem sokkal. Ha a játékosok a múlik, szerintem még lehet, hogy hosszabb is, tehát akár simán egy kisebb fajta engedmények, trollkodások végeztével akár meg is tett húzni egy 20 perccel a meccsek hosszait. Na! Hát Nikót nem fogunk látni nem. Ezen a meccsen, biztos hiába mondtam. Jó, hamar kitétották. Csak hogy mit Cassiot, Syndrát, illetve Lucient is. Orianna. Meg egy Orianna. Picikét Faker arcába jeleztek ezzel Oriannával szerintem legalábbis. Nem egy olyan meccset látunk mondjuk a tavaly évben is nála, még talán idén is, amikor padhelyzetből egy jó végzetes hullámmal. Vonzás hullámmal, aztán főleg. Hogy igazán lehet ezzel fordítani a csapat harcot, és ugye a Kerriknek az eltávolításában tud igazából győzedelmeskedni egy Oriannával, de ez a meta talán most nyáron annyira azért nem. Nyáron főleg VB-n sem volt annyira menő az Oriannya. Várusz! Mit lehetőségképpen, ugye? Meg úgy tűnik, hogy egy szerát mellé. Hát a Jack kapitány és Faker a maximális sebzést szeretné majd kiosztani. Nem igazán törülnék az, hogy valami támogatóbb jellegű karaktert elhozzanak maguknak. Egy valami tankosabbat. Nem érdekesen, viszont jó kis piszkálódó kompozíció, hát ha már a két karakternél lehet egy kompozícióról beszélni, ami kialakulhat az ő oldalukon. Túloldal meg a maximális varázssebzés. És közben szépen azért idéző képességeken variálásra még látunk esélyt, de egyenlőre legalábbis kifárasztás újítás is pa is, és még egy villanás is, ugye akadépességgel kapitány Fakernél. Tudod, meg van egy hógolyó, Caps azzal fog érkezni. A hógolyókról azért nemes sztoriaink vannak a tavalyi évről. Ha legalábbis Froggen berepülését nézik ugye a kezdőre. Ó, igen. És kétszer is sikerült neki ezt megcsinálni. Való igaz, hogy a hazaérkezés ez egy olyan lehetőség ezen a pályán, hogy számunkra ez nem maradik meg. Ezen a versenyen viszont igen, és hogy hógolyózásnál lehet tényleg hát egy rossz húzással akár ki is nyíratni magadat. No de, megvannak a választások, elindulnak a betöltések. Faker, milyen azt komoly. Azt a betyárnit. Ő még az All-Star-on sem viccel. Nem. Legalábbis ezen kép alapján. Capsot felvette a kung fu mozdulatát, vagy nem is tudom a képen.
amit ábrázolt, Faker meg szigorúan belenézett a kamerába, hogy úgy mondjam, mi pedig lassan belenézünk majd a mérkőzésbe, így is van, bele is ugrottunk. Darángyűrű, meg egy penge is. Meg pottyok. És hát végül a piros oldalon játszó kettősnél inkább a megtisztulás, ami jött a villanások mellé. Nem a gyógyítás, meg a pajzs, ami voltak jó-jó sokáig. Hát igazából, hogy Lissandra és Morganával szemben a megtisztulás szerintem egy maximális alátámasztott dolog, amire szükség van. Fékörébb megkapják az első kemény sebzést. Kis válasz, hogy jön a Várusznak köszönhetően, főleg az egyes szinten nem mondanám a Xeratot veszélyes karakternek, míg Várusznak az alaptámadásai ott vannak. Alex El Capo, hát nem meglepő Róna választásokkal érkezett itt nekünk. Ugye üstököse van, Caps pedig utórengéssel érkezik, ami évközben nagy divat lett a Lissandrák körében. És a süti házhoz szállítás mindkettőjüknél megtalálható. Szép lekötés, megint csak Várusra jön, ugye Alex El Capo, Várus el is kapja. Tényleg El Capo. El Capo, és abszolút ez a lekötés. Faker pedig próbál ugye valamennyire zónázni egy Xerattal, ami azért itt egy pár szem között is eléggé vicces, amikor ilyen Xerat próbál rád, hát, pressure-t. Na mindegy, egyes idő Xerat az még ugye nem fog ilyen problémát okozni. Megy a potty Moe Morganjától. Na most már itt van a kettes szintű. Bizony, az már egy más tehet. Lefelé pesek köpködni, jön a válasz Várusztól, jó sebzés. Szépen sikerült lekapkodni Capsről az életerőt, aki úgy most a kevesebb, mint fél életerő van, de kell valami két potia, tehát még van miből gazdálkodni és visszaszerválni egy kis életerőt. A távolság az mindenképpen Igen. a piros oldalnak kedvez, mint Xerat, mint Varus. Jó messziről tud piszkálgatni. Csak mana igényes az, a picikét. Így van, az mana igényes. Még Xerat pont segít a passzívja ebben. Na megindul először. Ó, milyen szép kis becsapós. Viszont a játék, hogy az E-betűt ellövi, aztán húgja, bemegy és majd végül aktiválja, mikor majd ebbe ment sebezni. Faker kap az áldást, még nem tisztul meg, ez még nem az a kategória, főleg kettes szinten, hogy meg kelljen neki tisztulnia mondjuk viszonylag korán. Megint? Hihetetlen. Egymás után kétszer. Két lefogás, két talált lefogás. Faker potiának is lőttek. Már csak Morganának van egy életerő. Töltette, viszont már neki manája, ugye azért nem túlságosan sok van. Hát nem, de legalább kevés. Nála viszont érdekes, hogy meg nem vettem úgy lencsét, ő egyedül. Másik három játékosnál van, ők szeretnék felfedezni akár a pokorban is az ellenfeleiket. Beengedi a minionokat a torony alá. Próbálgatja majd elvinni őket, kezd visszatért, még egy dorángyűrű, látható a süti is. Ez a hógolyó meg pont nem talált. Hát igen, Dorán tárgyait most nagyon népszerűek lesznek. Ebben a 2v2-es játékmódban az egyszer biztos. Amúgy a piros oldal vezet, farm tekintetében egy... Hát miután Capsit elviszi ezeket, még lesz egy 3-4 előnye a túloldalnak. Hát legyen kettő, megegyeztünk. Találat közben, hogy megint csak kapitány úrtól ezzel a Várusszal, az szint előny most még Lissandrának kedvez. Attól szintű párbaj azért... Elég kellemetlen és elsülhet a vörös oldalnak. Abból indulok ki, mennyi CC-vel rendelkezik igazából, ugye maga a kék is, és ugye ez a bizonyos Lissandra végső képesség nagyon sok mindent tud meg mismásolni. Amire kell a megtisztulás, és ugye ezt már sokat gyára mondjuk el, de én úgy gondolom értékes képesség lesz. Az biztos. Jelentőségesen kicsi. Ahogy a sebzés sem kicsi. Hogyha mind Faker, mind pedig Jack kapitány betalál, amivel be kell találni. Hógolyó nem talál. Az biztos, hogy a aranypályán a legtöbbször használható idéző képesség az nem más, mint a hógolyó. Ez egy tök jó dolog lehet alapvetően, meg tökre hiheti a Skeps, hogy majd milyen vagány dolgokat lehet csinálni. De ez való igaz, hogy ez megvan. Menekülni kell, Skeps rengeteg sebzés. Hát... Ő eszik meg. Igen, és ettől nem lesz annyira boldog, hogy ezt kaptam most vacsorára. Bár náluk délután van, inkább ebédre
jelen pillanatban. Ez pedig azt jelenti, hogy 50 miniont elhozott. Jó lekötés, égetés, meg kéne tisztulni, kedves Faker, majd villan, megtisztulás éppensége kijön, de kicsit későn, miközben ugye Morgan, aki hozza a gyilkosságot, Captain Jack, aki még válaszol, egy az egy ellen, egy kis sebzés kéne még ahhoz, hogy mondjuk ezt be is lehessen fejezni. De Jack még él. Kapitán Jack. Fékenek nem volt megtisztulása, mert még az előbb ott a bokorba elhasznált egy Morgan lekötés után. Csodálkoztam is. Talán amúgy picit korai is volt, hogy ott elhasználta. És mennyi mindenre nem használta, arra viszont igen. Vissza is jött legalább a képesség még egyszer. Hát így most adott egy gyilkosságot a túloldnak, de egyet legalább ők is el tudtak hozni. Kevsz azért kis plusz varázserővel tud visszatérni. Mana regenerációja is javult, hogy úgy mondjam, most ez a vásárlás után. Jack kapitány meg a halálosság felé indult meg egy fogazott tör kíséretében. És most lett meg az 50 minionja a kék oldalnak is. Nagyjából egy 10-es az erőnye Fékeréknek. Igen, és ez az, hogy így, hogy megkapott a válaszgyilkosság, és ott a farm előny Fékeréknél, de igazából tovább is ők állnak jól, hiába volt Fékerrel talán hibásabb a játék, pontosabban benyalt lekötés Morganától. A következő talált Hógolyónál viszont all out fog jönni. Igen, előbb-utóbb a kék oldal rá lesz kényszerítve. Muszáj lesz, így van, mert ugye már a meccs elején elmondta te is, pontosabban te mondtad először, hogy a távolság mennyire nagy úr Vörös otthonban. Egyik alpi, másik AD és a világ végéről tud sebezni. Hát elég szép keresztet sikerül lerajzolni a két csapatnak. Bármelyik talált volna, akkor ugye az kicsikét megijedés kategória lett volna, viszont még milyen nincsen. Faker manatöltési játék az mindenképpen jó, hogyha kihasználják szeret passzívját, de nem azon múlik jelen pillanatban, hogy nem. Mennyire sikerül alaptámadni egy-két minionba, és Caps, aki most már nagyon, de nagyon szeretne bemenni. Villanása ugyan nincsen, de hógulyója megint csak igen lesz. Pontosan már van. Farma, most azért elég jól visszajöttek Capsék, sőt jelen pillanatban vezetnek is. Bement Caps, jön a sebzés, kisétált olyan a range-ből, jó a város válasz, a végső képesség végül Hobokóra kell használni, pontosan igazából csak Shopperóra, de hát Alex elkapja elkapóként azt a bizonyos sebzés tömeget. Várusszal jöhet a győzedelmi tánc. Faker hihetetlenül boldognak tűnt. Azért nagyon kijött rajta, hogy úristen, megnyertek ezt a 2v2-t. Igazából a Fakerre ráloptak mindent is, de Várusz meg lőtt. Igen. Az és igen. Itt van még egyszer Jack kapitány. Hát mégiscsak, hogyha kalózhajója is van, akkor ott azért a jó kedv az adott. Elég sokszor. Ez lesz a minden igaz itt a... Ez 1-1-es sele szerintem, ez az lesz valószínűleg. Igen, ez még az első lesz, így van. Féke lehet itt fog megtisztulni, vagy ez nem, ez... Ja, itt már nem volt neki megtisztulás, igen, ez már tényleg a csere a végén. Pedig nem sokon múlt, hogy ő meghalna amúgy. Kapott vissza még szépen életerőket, de viszont addig Jack kapitánnyal nem törődtek. Mondtad te is, így tudott elhozni még egy gyilkosságot. Itt áll egy picit furolt, itt Kevsz nem is biztos, hogy be akart ugrani, megint el akart inkább játszani azt, hogy visszaugrik a jégösvényre, a saját tornya alá is akár, de hát egy stopper óra is kevés ahhoz, hogy a két teljes élettel megáldott játékos ellen védelmet nyújthasson. Egy kis tánc, ez Faker megszakította, ez borzasztó. Ugye Kevsz megkapta a Morgan a pajzsát, és ugye így meg volt indítva arra, hogy mehessen nyugodtan szórakozik szerettel szembe. De hát így is annyi sebzést ott. És azonnal fordultak Morganára, mert rajta nem volt sempa, és semmi az égette egy világon. Szép játék volt, szép felismerés, és Capsnak ugye azért ennyi tárgyal még nem lesz a robbantó sebzése egy Faker Xeratra. Egy képzés nem volt rossz, mert hogyha rárak legalább két CC-t Lissandra Xeratra, akkor jön majd rá kapásban a Morgan lekötés és társai. Az elképzés jó volt, de közbelépett Jack kapitány. Tök nagyon rámentek arra, hogy a kombóikat össze tudják játszani, hogy te is mondod a tömegirányító képességet, a túloldal meg inkább a piszkálgatást választotta. Most ez jött be sokkal inkább. Na de már is ugrunk a következőbe. NL és Maple, illetve QTV és Zeros, akik össze fognak most csapni. Nico megint a tiltó listán. Nagyon szomorú leszek, hogyha egy meccsen sem láthatjuk majd.
ezt a kis új hőst. Amúgy Raven Varus és Szindra szintén tiltva eddig. Még hátra van kettő. Örökösség az, hogy az előző Varus meccsből kiindulva én nem is tartottam annyira butosanak az ő tiltását, de annyira nem is tartom rémisztőnek. Tény, hogy úgy, mint Xerath James, akár egy karma is elég kellemetlen ezek a piszkálódó sebzéseik, de azért ebben a verzióban is viszonylag hamar idézőjelben el lehet érni a hatos szintet, mivel lehet szórakozni. Xerath és Kha'Zix van az első gondolat Kutimitri Zerosztól, de hát ezért a Vladimir Xerath jobban cseng. Na, Xerath az már biztos is. Egy urgóval szemben nem szívesen játszok, akármilyen squishy karakter is legyen a kezemben, mert nem jó. Az biztos. Na, az undorító fidő. Fújdi. Fundorító. Hát az a legjobb mindig, amikor az ellenfél van. Persze a madarak csak rám pattognak, de ha az én csapatomban van, csak a minionokra. Yeah. Nem szép dolog ez, hogy így működik ez a karakter. De ki lesz Xerath mellett? Ez a kérdés. Miss Fortune-ön gondolkozik. Xerath jelen pillanatban. Tűnik villanást mindenki fog hozni amúgy erre a mérkőzésre most. És Miss Fortune maradt a kiválasztott karakter. Megint egy lövész, illetve egy mágus az egyik oldalon. Hát a másikon meg egy csatagép és egy madárijesztő. Ez talán így. Ebben a mondatban azért nem tűnik olyan rémisznek, de hogyha úgy mondjuk, hogy egy Urgot és egy Fiddle, akkor azért már egy kicsit erőteljesebb. Most ugye nem kell szerintem bemutatni, hogy ki lesz a fókusz a QTV-nek Fiddle. És tehát pont az a kategóriába fogunk esni, amikor a Fiddle kisebb tankossága nem lesz majd rossz dolog, de senki nem hinné el, mennyire undorítóan sok sebzést tud rejtőzni egy ilyen Urgóval, főleg, hogyha kap egy kis időt ugye lövöldözni, sebezgetni, és valójában az előző meccsből is kiindulva azért meg lehet csipkedni minden olyan karaktert, akinek viszonylag kevesebb életéről van megáldva a kis kezdései. Például hát a vietnámi csapatnak viszont azért lesz jó pár beleszólása, többek közöttek Xerath. Ez biztos. Mondjuk Urgot annak is örül, szerintem Xerath nem túl mobilis hős. Mi azért jó kis célpont lehet. Hát igazából akkor MF se. Az is igaz. Nem véletlen megtisztulás nála. Ő se annyira mobilis. És megint van egy emberünk, aki nem vett lencsét. Így a legelején. Viszont Urgotnál most nem valami Dorán tárgyas kezdés van, hanem egy romlás itala. És két éri az egyik oldalon, két üstökös a másikon. Ó, igen. Nem meglepőek, azt hiszem. A rúnák itt se. Még egy kis pajzsoska, egy kis varázserő úgy a végére. És életerő visszanyerés is akad. Ott pedig a süti meg a tonik, amit másodlagos rúnákból elhozott Maple. Erre az Urgotra most. Urgotban viszont talán az az egyetlen egy probléma, hogy na neki viszont nem túl nagy a ható távolsága. Nem. Inkább a közelebbi ellenfelekre tudja kiosztani azt a nagy sebzését, amit mondtál te is. Viszont tárny választása azért tud egy kicsit kellemetlen karakter lenni, és amellett a sebzése van, folytonos, eléggé tankosnál is tud válni viszonylag ez hamar. Így. És a folytonos sebzés, az úgy értem, hogy ez kicsi karakterre eléggé erős folytonos sebzése van, de egy túlélőként is lehet becézni néha Urgó játékát. Miközben Xerath sebzései jövögetnek. A szerencse az, hogy egy fizikai, egy mágikus sebzésre rendelkező karakter van, tehát annyira minden ellen nem tud védekezni majd Urgó, és most látjuk azért meg Xerath tud csípkelődni. Ahogy MF is szintén fog tudni majd a pattanó golyztikkal folyamatosan. Thank you TV, van egy kis tapasztalati pont lemaradásból, illetve a legkésőbb kettes szintű. Illetve hát a piros csapat két játékosának nagyjából kötelező, hogy így egymástól távolabb álljanak. Amennyiben jön egy Fiddle Six féle madár rájuk, ne pattogjon közöttük. Malphite dislikes this. Igen. Az is igaz. Xerath próbálkozik, jól lehet a sebzés, még ilyen a poti. Elföld Zervasznak a manája, ami még éppenséggel nem baj, de ahhoz képest, hogy mennyi minden van még Urgónál is Fiddle-nél, az úgy baj összességében. Életterű töltés vagyok Xerathnál, ugye lesz végül is, hogyha valamennyire szorulna a hurok,
egy égetése meg tudja ezt majd támogatni Fiddlesticks. Esetleges próbálkozást a Miss Fortune megölésére, jó a kábítás. Jó a sebzés. QTD próbálkozik megölni egy Fiddlesticks-et, de még nincs meg. Gyújtás nekünk nincsen, és paj sincsen arra, hogy Fiddle lehessen instant menteni, ha baj van. Mondjuk neki van egy jó kis szipolyozás, ami az életerőt azért nyerhet vissza. De hazamegy most, úgy ráadásul azt, hát most éppen hazamegy, igen, így is lehet életerőt visszanyerni. Igen. Ezt folyamatosan tudja használni azt a kis szipolyozást, amennyiben megöli a, például a Minion-t, akire éppen használja. Úgyhogy azért jó kis életerő visszanyerő képessége van neki így. De olyan hú, de nagy bevásárlásra nem volt esélye. Pénze nem volt sok, újra tölthető itóka. Még egy kis amulett, hogy azért a manája jöjjön vissza. Én azt látjuk, hogy használja elég bőszen, amikor csak teheti. Hát kell is. Ez így van. Kell a piszkálódás. Farm előny amúgy a kék oldalon. Nem olyan nagy, de előny. Hoppá! Szeret megjön egyből egy kis kínálat Fiddlesticksnek, aki továbbra is önmagában sem, és Ulgot által sem tud megmentő életerőt nyerni, csak ugye a szipolyozása, jó a kábítás, megint csak jó a sebzés a túloldalon is, ez pedig ugye éppensége megtisztulás volt most Miss Fortune-től. Próbálkozzuk, hogy NL még dobálni, QTD kap az áldás Urgótól, égetés! Nem lesz elég a sebzés, de bőven elég volt egy kis ijesztése, viszont van még két potty Xeratnál, szóval még van miből gazdálkodni alapvetően, a potik pedig még nincsenek elérhető állapotban. Mert ugye föl lehet szedni a pályán, a dugi csomag. Maple. Szipolyozás NL-től. Megint lassan van a nélkül Miss Fortune. Így van. Ami nagyon kellemes lesz, főleg egy hatos szintnél, hogyha mondjuk addig kint tudnak maradni mind a ketten, vagy kint maradnak. Akkor azért arra jó pár adagnyi mana el fog menni majd. Ötös szintű Zeros és Maple. Jó a sebzés, visszalép Urgó. Ott még kapott volna egy jó adagot a nyakába, hogyha nem ugrik vissza. Hát neki szomorú, hogyha defenzíven kell az ugrását elhasználnia. Nem tud vele kezdeményezni. Valaki bedobni így akkor. Az pedig viralás. Nem véletlenül megfélelt, és nem volt már megtisztulás a Miss Fortune-nek. Ennek viszont kiment a viralása. Maple-nek még éppenséged van. Poti van. Hazamegy Miss Fortune, és hazamegy végül, ugye? Kedves barátunk, NL is. És Maple még mar... Nem. Jó, ő is. Hát nem biztos, hogy ott hazajut. Hát persze, hogy nem. Hát. Xerat ne bántan a bokorba. Jogos. Nem is Xerat lenne, hogyha nem köpködné mindig mindenhová. Az egyetemen látszik, hogy kinek mi a passzívja, jóval kevesebbet volt igénybe véve Xeratnak a hazamenetel lehetősége, de most ő is megteszi. Ő még azért, hogy nagyon muszáj lett volna, hogy ki tudna maradni még egy darabig manájával jól bánni, de mi értem egy olyan karakterrel, Manna igényesen bánémnak az a lényeg, hogy köpköd a világ végéről és egész nap, éjjel-nappal. Nazeros! A megfélemlítés, hogy ki kellett volna szaladni, de senki nem tudta, ugye, hogy Xerath hazament. Legalábbis mi tudtuk, de ők nem. Ennél is Maple és azért egy bokorba kívül Xerath kábítás, az Fiddlenek sem tetszik túlságosan egyértelműen. Na, és akkor egy Amplifying Tome, egy kis könyv érkezik végül QTV-hez, ami most már azért fog okozni egy kis plusz sebzés töbletet. Pii! Valahogy így végső képesség Miss Fortune-től nem elég. Szeret végső képesség. Kettő luft. Három luft. Az is mellé. Hoppá. És Urgó villan. Miss Fortune vissza a háta mögé. Nyugodt szíve. Lehet ölni. Zerosz fog halni. Ez biztos. Szeretért már nem igazán lehet menni. Egy nullás csere is. Nincs viszont válasz. Nincs egy-egyes csere. Tehát hátrányban a vietnámi gárda. És nézd meg azt az életerőt Fiddlenél. Az előbb majdnem meghalt. Az ügyen! Be kell menni, Urgó jön, végső képesség kimegy éppensége, nem volt még elegedő kevés sebzése! Maple is meg fog halni! Ha-ha! A YOLO! Nem fordultak vissza időben, na. Azt mondta Fiddlesticks ellen, hogy megvan a hatos szint, hát akkor megyek előre. Van nekem egy kis viharom, mivel mehetek, kioszthatom a sebzést. Láthatok, hogy kijött amúgy. Urgottal is a végső képesség, de most nem volt annyira halálos az a félelem. Bár eltalálta Xerathot, de villanása miatt nem tudták lesebezni annyira. Na itt is van a visszajátszás róla, amennyire kellett volna. Ennél szépen kivár, már láthatjuk, hogy elkezdi a vihart, és talált is, tényleg.
a halálos félelem csak el tudott villanni, illetve be tudta kábítani a torony alá. Maple-t, QTV, így pedig a gyilkosság. Hát szinte biztos volt, hogy meg tudják majd szerezni. Pedig az egyik, az egy torony végezte ki Fiddlesticks-et, nem is tudták megsebezni. Hát nem is volt rá szükség, mert így is kettő gyilkosság történt. Ugye a második meccse is megvannak a győzteseink. A QTZ csapat. Ők ezzel a névvel futottak. Most jön Diamond Flash, illetve Double Boy. A két csapat nevünk, akik megmérkőznek egymás ellen. Ó, igen. Nem csak a telefonod kamerája, de a Riot Games kamerája is figyel. Boy Boy. És Double Lift. Hát Voyboy is szintén egy olyan bútor darab már a felsős ilyen, mint Dyrus. És ugyanebben a kategóriára tudnám őket sorolni már, a kiégett játékosok. Azt hittem a streamerek közé. De a streamerek közé is, igen. Mondjuk Voyboy kevésbé játszotta például Darius, nem sokat, mondjuk Dyrus tette. Itt van nekünk Diamond Prox is. A Lee Sin Main. Régi szép Moscow Five idők, mi? Régi szép Unicorns of Love-os idők, amikor Diamond Prox volt még a dzsungeles. Még nem volt olyan sokáig. Hát... Vízum probléma volt, így van, aztán inkább utána akkor azt mondták, hogy csókolom Viszlánt. Hát és azért egy kellemetlen sztori ugye ez, mert lehetőség sem nagyon volt arra, hogy mondjuk értelmes indokkal váljon el a két csapat, a csapat és a játékos egymástól, hanem közbeszólt az élet, meg a vízum. Ez sajnos előfordul. Ja. Itt az idézők szurdokán belül is, avagy hát most éppen az ordító szakadék a pálya, ahol megmérkőzik egymás ellen adott két-két játékos. Mindjárt ugrunk is bele majd a választás, illetve a tiltási fázisba. Kiáltsák, Szerát azért így az első két meccsen ugye mind a kétszer szerepelt, ráadásul mind a két meccsen győztesként hagyta el az Orlito szakadékot. Vajon most kitétásra kerül-e? Hát először inkább egy Draven, ő is a tiltólista állandó résztvevője. Double Lift ellen azért nem is olyan rossz tiltogatni a lövész karaktereket. Na, de mit választanak ők? Na? Eni. Ő mondjuk új, ő még azt hiszem nem volt. Így a tétólistán az első két meccsen. Várusz pedig, hát... Hát hadd menjen. Lehet, hogy meccsen először és utoljára volt átengedve az első mérkőzésen. Igen. Várusz, és aztán pedig nem fog engedni. Jó, Amerika kettő se jól átgondolja mindig, hogy ki legyen a tiltás. Ők inkább a varázssebző karakterekre mennek rá. Egy A betűs, egy B betűs, úgyhogy még egy C betűst várunk majd a végére. Lucian a harmadik tiltás a túloldalról. A Diamond Flash csapattól, ugye? Ha már ez a nevük, akkor mondjuk így. És nézzük, ki lesz Voyboy, illetve Double Lift, vagy hát a Double Boy. Dúónak az utolsó tiltása. Na, Timo! A hatodik kitiltott karakter, és csak itt jegyezném meg, hogy Nico elérhető, úgyhogy valamelyik csapat kérem hozzá is el. Diamond Prox, lehet, hogy te leszel az én emberem. Már az elgondolás miatt is jár neked a dicséret. Azért egy Malphite, Nico. Miért nem Malphite, Yasuo? Mert a Malphite Nico volt erősebb. Jó. Ezt el tudom fogadni. De az elég undi lesz. Ó, WF, te is az emberem vagy. Cassioko. Na, hozzátok el mind a ketten. Még egyikük sem választotta ki. Cassioko Pelja? Ez jó. Gondolkoztam rajta darabig. Jó, de teljesen megérte. Nekem tetszett így. Ez az elnevezés. Na, ott maradnak Exerát, megérkezik a bal oldalra, Nico szintén, és mind a két csapatban van egy.
Remélem a szép hőskinézettel fogják hozni, a jó kis télivel. Megvan áldva ez a karakter. Hát most csak a varázssebzés, ami így megérkezik az ordító szakadékra mind a két oldalon, mind a két karaktertől. De hát megint, hogyha ez a Szerát Nikó páros csak az egyikük töménytől képessége betalál, akkor ott nagyjából van egy kitörölt ellenfél a túloldalon. Megtisztulás akár ide se biztos, hogy rossz lenne. Hát... Így érdekes. Amúgy a Malphite Nikónak jobban örültem volna, mert a végső képességes roham az eléggé csúnya lett volna sebzésben, de a megtisztulások napján vagyunk, pontosabban mindig jó a megtisztulás alapvetően is. És ezért egy ilyen kombó félbeszakítása vagy megmásítása eléggé elgyengíti a már úgymond eldurrant minden fegyvere karakterben marad a harcban, úgymond semmi nélkül. Kicsit okos a döntés volt a Xerath Nikó, és a két Xerath ugye az most csak Nikónak köszönhetően látható. Tudom. Amúgy egy akkora agyrákot okozott a karakter, már bocsánat, hölgyeim és uraim. Vártam már valami ilyesmi. Nem szeretem, tehát annyira, de annyira megszívod, és tudod, hogy mivel játszok Lee Sin-nel, be kell menni. De nyilván. És akkor bemegyek a szarra, tudod? Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kellemetlen, de hát ez az új karakter. Hát lehet vele mókázni, nem maradjunk annyiba. Igazából tudom, hogy Riot Games miért csinálta ezt. Na. Hogy ne a toxic chat éljen, hanem létezzen egy toxic karakter. Ó, értem. Amely kicsinálja az emberek, és lehessen azt bántani, ne pedig egymást a játékosok. De ott volt Timo, ott volt Yasuo. De őket már annyiszor megalázták. Ja, kellett még egy, meg annyiszor, tehát Timo is mindig hallott szinte minden meccsen. Jogos. Én is mindig. Sőt, most meg ki is tiltott? Most meg ki is tiltott. Esélyt nem volt szegény gombász, hogy valamit alkothasson, és közben... Jöjjön a móka és kocogás. Hát az a baj, ha figyelnek, akkor a nevek miatt amúgy mindig tudják, hogy melyikük az igazi és melyikük a Nikó. Ha figyelnek, így van. Érdekesem úgy, hogy ha figyelnek, ha végiglátják őket alapvetően, mert tudod, van egy olyan szép dolog az ellenfél játékosainál, hogy amikor a Nikó klónjon be és ilyesmi, akkor nem mindig vagy benne biztos, hogy az a játékos az, amit ott látszik. Ellenfélként még nem találkoztam vele, amúgy viszont én már játszottam, úgyhogy még annyira nem tudom, hogy ellenfélként hogy néz ki. Hát jön és azt hiszem, hogy az enemy az. De azt mondja, hogy a nevét is felveszi. Akkor visszavon. A kamus karakternek, de nem benne biztos, mert hál' Isten, hogyha valaki az új karakter szeretne volna megtanulni ellenfél csapatban, akkor nem igazán volt rá mód, mert instant band mindenütt az a karakter, ahol csak lehet. Jó a cserebere. Közben méreg fog is, talán még bolybolytól. Hát tényleg veszélyes az a virágzás, vigyázni kell ugye a Q képességével Nikónak. Hogyha hős talál el, vagy ha megöl valamiféle miniont. Támadnak a bolyboys, bocs. Akkor többször is fog pukkanni, robbanni. Ez a kis képessége, de hát eddig a piros oldal jár, áll jobban. Aha. Életerő szempontjában mindenképpen, ahogy minionok tekintetében is. És hát igen, Double Lift, aki elhozta hős kinézettel. Nagyon szép ez a karakter. Kellemetlen kábítás lett volna, és mitől picikét érdekes játék van amúgy Double Lift-nél és Voyboy-nál, hogy váltják egymást. Hogy ki az, aki farmol, és ki az, aki köpköd. Tehát valószínűleg, akinek kevesebb a manája, az aki talán átlára farm, pedig most pont nem igaz ez. Mert Voyboy hánya most éppenség a népet, de hogy előbb tök érdekes volt, hogy Double Lift pókolt és Voyboy farmolt, aztán pedig fordult és Voyboy méregfogazás jött, aztán pedig Double Lift farmolt. Ez lehet, hogy van egy kis taktik benne, de All-Star Gálán vagyunk. Itt bármi megtörténhet, mert a sztárok játszanak. És meg is történik. Meg az is történik. Nem csak megtörténhet, hanem meg is történik. Hát nagyjából kétszerezi most a piros oldal a kék farmját. Ajaj. Egyedül van a Double Lift, ezt nem biztos, sőt, ezt nem tudja a Knight és Diamond. Voyboy majd visszajön még egy darángyűrűjével, egy kis manával, süti ugye van neki is, nyilván, mint mindenkinek, szépen lassan. Így az ordító szakadékon. Ezeknek a szöges drótoknak kéne még egy kicsit találni Nikó lekötésének.
Azzal nagyon jó kis kombókat lehet végrehajtani. Tehát kíváncsi leszek, hogyha meglépik a hatos szintet. Viszont egyre botrányosabbul áll a farmban a kék csapat, szóval harcolni kell majd. Igen. Kígyilkosságra kell majd rámennie Diamondéknak. Mert ez már több mint két wave, amennyi minion el van bukva. Így van. De szerintem igazán megvan három is. Majd, hogy nem. Megvan három is. És minion dematerializáló is 3, van. 3, 6, az 18. Diamond Proxnál, de hát valamikor 7 jön. Most hát, is 7 jön. De utána meg 2, 6 jön. Hát ez így van. Tehát akkor meg volt a 3. Na, jó. Dicsér már meg! Ügyes vagy, Pisz! Köszönöm! Remekül, kiszámoltad! Harmadjára. Hát de hát ha már 3, akkor harmadjára kellett. Yes. Csak hogy benne maradjunk a 3-as szám misztikumába. Most azért picit visszább jöttek. Úgyhogy hazament Double Lift is most már. Vett egy kis varázs ellenállást, hogy azért tiszteli az ellenfél sebzését. Kell is, én azt mondom. És közeledünk a 6-os szintekhez. Ami nem vagyok benne biztos, hogy Diamond Proxéknak fog kedvezni. Szerát végső képesség a Cassio ellenében. Jó, mondjuk azzal meg jól kell majd találgatni. Hogyha nem csak lassítás, de kábításra is ki tudja használni Vojvoj, akkor azt hiszem nyert ügyük lesz. Vojvoj azért most kapott egy kis áldást. 66-50 minionok tekintetében, 6. perc közepe után. Gyilkosság még nincs, tornyok még, ha soha nem is lesznek ledöntve ilyen 2v2-es mérkőzéseken, legalábbis a mai nap, de megvan a 6-os szint Double Liftnek. Sebzés, nyugodt szívvel, Double Lift jókor épességgel még villan, így nem deglik meg. Jöhet a válasz, Mirek fog jó Vojvojtól Flash and Light-ra. 5-ös szintig szerelt, aki húzza fel a ravaszt és végül egy süti. Apropó süti, van egy éppenséggel egy Vojvojnál. Nem biztos, hogy olyan sokáig. Nem. Már lehet, hogy inkább hazatérnek. Megtehetik, van egy 20-as farm előnyük. Úgyhogy nem annyira probléma nekik most egy, hát úgymond ingyenes hazatérés. Na most ki vagyok? Niko vagyok, vagy Cassio vagyok igazából? Ezt nem tudhatja a kék csapat, most már tudhatja. A Double Lift lebuktatta saját magát. Most Niko a Niko elleni 1v1-es szituáció jelen pillanatban. Vojvojnak most már az én Negatron palástja van, úgyhogy ő tényleg varázs ellenállással is bőven felruházza saját magát. Visszatért közben. Ő is az ösvényre visszatért, Szerát is. És 87, már csak 10, picivel több mint 10 millióra van. Ami azt jelenti, kedves Nox, hogy most, vagy soha harcolnia kell Flashnek és Diamondnak. Különben meg ki fognak kapni? Így van. Nemes egyszerűséggel. Támadás. Vojvojnak, illetve Double-Liftnek most csak szépen farmolászni kell. Akár a tornyok alá is beengedhetik a minion sávot, ha úgy szeretnék. Hát úgy tűnik, hogy nem úgy szeretnék. De Vojvoj nem csak a végső ütéseket viszi a minionokba. Jó kezdeményezés lehet még Szeratra. Jó a sebzés, de jó viszont válasz is. 94 farm, hölgyem is, 5 farmra van Vojvoj és Double-Lift attól, hogy arathassanak egy győzelmet. Megjön végül Flash and Knight, dirrve az arcba! Próbál valamelyek szerep majd követni, jó a sebzés, még egy ember nem halt meg! Visszavillan Diamond, Vojvoj szintén, vissza kell lépjen! És villan szerep! Nem! A farmot szedte közben hátul Double Lift, a kis... Sunyi! Kis Sunyi, aztán egy melléhez dobta a kezét, hogy... Ó, jaj, hát nem akartam megnyerni! Jaj! Tök véletlen lefarmoltam még hátul 4 minion. Így van. Hogy megnyerjük a meccset, a Vojvoj és Double Leaf pedig halál nélkül, vírontás nélkül a 100 farm megszerzésével zsebeli be a harmadik 2v2-es meccsünket a mai nap folyamán. Hát ez egy kicsit békésebb volt most, amúgy tényleg pont arra kapcsoltunk be a visszajelzőt, hogy Double Leaf mind a kétszer elrontotta a végső képességét ezen a mérkőzésen. Neki a rügyfakadást nem sikerült olyan jól kihasználnia. Nem sokon múlt ez az egy gyilkosság, de még azzal sem győzedelmeskedtek volna Diamond Proxék, mert ugye abból meg kettő kell. A 100 farm meg így is úgy is meg lett volna. Double Lift és Vojvoj kettő, és én nem tudom mi történt, csak nyertünk. Meghaltak a minionok. Így van.
öngyilkoláshoz. Meg öngyilkolták magukat. Na már, így már csak egy körülbelül 4 darab 2v2-nk van, amiben 3 a továbbjutó küzdelme lesz, most pedig Ruxilo, illetve a Siporis, a két csapat, akik összecsapnak nekünk. Úgyhogy azt hiszem ismételten egy amerikai kettős lesz, Shifter és Licorice. Itt is van utóbbi nekünk. Most már a képernyőn, míg a tulajdon talán egy kínai kettős. Lix, illetve Rookie, most már látjuk is őket. És minden igaz, ezek után jön a... Tandem. Hát, az egy nagy poén lesz. Azt mondod? Én azt mondom, a legjobban ma, amúgy én is. Ott jönnek ki a legnagyobb kreténségek, a játékosok tudásának a abszolút meghazudtalása. Az biztos. És ugye mennyire másik ketyednek az embernek a agytekerőnyei, az olyan hamar rátszedik, mert ha valaki távolni akar, a másik annyira még nem, és akkor jönnek a felesleges vagy rossz pillanások, vagy villanás utáni bekészített képesség használat. Érdekes, jó dolog, én nekem tetszik. Én is imádom a tandemet nézni így a profiknál. Niko, hát most tiltó listára került. Rip. Egy meccsen láthattuk ott kétszer is. Várusz 2. Többet nem fog, így valószínűleg van. Itt is kéne Várusz, szerintem. És akkor Szerát megint átkerül. Mondjuk az előbb meglett az első vesztes mérkőzések Szerátnak. És tényleg Várusz lett. Kitélt a Pierce kettő hazafele kettő... majd. 2 lottóz. 2v2 szakember lettem. Az All-Star 2v2-nek a szakember. Nem volt nehéz. Eddig 4-3 szabót írt a Várusz. Na mindegy, Darius választáson gondolkozik Likor is. Így van. Lix pedig egy ma már látott Miss Fortune-ön. Hát igen, a Dariusnak nem rossz a hógolyó. Hát hogyha esetleg tényleg Likor is azt hozná el. Mármint, hogy Dariust. Miss Fortune és Cassiopeia. Őket ma már láttuk itt vitézkedni. Oho. Na, a Darius Leona az viszont jó. Egy különleges párosítás lenne mindenképpen. Csak nem, hát nem tudom. És csak te! Fúj de undi! Na most, ha eddig azt mondtuk, hogy nem túl kellemes Urgolyán játszani Squishy karakterként, az egy dolog volt. Nem túl kellemes Darius Leona az arcba kapni. Az biztos. Hát és Miss Fortune meg Zoe nem éppen a tankosságokról híresek. Nem. Ez eszemben elég papír mind a kettő. Hát nem tudom, hogy ez a kettős ellen, mert ugye Leona Darius kettős ellen azért. Oké, hogy hát Zoe is most mondjuk ki undorító karakter. Elég huncutságokat tud ő is csinálni, de itt most talál egy Sundi Bubi, aztán lehet, hogy a Leona Darius kettős azt mondja, hogy jó, és? Akkor most mi van? Rookie. Hát meglátjuk, hogy akkor most mi van. Luki, illetve. Hát nem merem kimondani, megkockáztatni, hogy tutil rosszul mondanám. Jungsi? Legyen. Likor is egy szép elbetűvel. Itt azért azonnal kijön, hogy melyik két régiót igen szoktuk nyomni. Ez tény. És melyik az, amiben se kezdtünk? Hát például Kínába és Koreába. Na de ki tudja, hogy mit hoz a jövő? Mondhatnánk ugyebár ezt is erre. Az biztos, hogy most nekünk egy 2v2-t a két régió között. A VB győztes régió, a VB elődöntős régió ellen. Két megtisztulás, két hógolyó. Egyik, illetve másik oldalon. Hát igen, látszik, hogy melyik csapat miben szeretne majd érvényesülni itt most. Igen. Egyik a pofazás alázásban, a másik pedig a menekülésben. Így van. Abból a pofoszkodásból, viszont most nagyon rövid távon, az első pár szintnél, a ható szint előtt főleg. Hát ha bármelyik talált volna, akkor is még lett volna egy kis villanás szaga, igen, az egészek. De a nagyon első szintekben kb. Level 4-5-ig azért... sokkal kellemetlenebb lesz Licoristnak és Shifternek ezt átélnie most, amit fognak kapni ezt a két biztos karaktertől. De aztán eljön már az a bizonyos hazamegyek vásárolni kategória, töltök HP-t kategória, van hógolyom kategória. Akkor majd kell itt villózni Rookie-nak és Lix-nek. Kiáltsák a Shifter, mire fog építkezni amúgy. Ja. Tankosság, vagy inkább ilyen kis tiamatos, sebzőbb ja. Leona. És Max, mindig beszélünk arról, milyen jó fight lehetnek STB. A farm potenciát, ezt mindig elfelejtjük mondani.
Pedig az előbb is WD Farma nyerte meg a meccset. Így van. Na most Leona Darius sem túl farmorientált hős. Nem, az biztos. Hát itt lehet, hogy egy jó nagy különbség ki fog alakulni. Ha. Szépen lassan, de szerintem amúgy ez az amerikai kettős nem is fejtetlen fogja zavarni. Hát már most röhögnek. Ők úgyis oda akarnak menni, és jól. Hát, agyonverni. Mondjuk így, igen. Még egy amúgy égetés és még egy ilyen kifárasztás elfért volna amúgy, és akkor villanás beállozni, akkor csak egyszer harcolunk, de akkor nagyon. Igen, lehet. De a két megtisztulás ugye mindenkit tudta volna valamennyire negligálni. Na hát az örömkönnyek, végre farm, tapasztalati pont. Ruki pedig nagyon sok toronysebzés zabál meg. Egy hógolyó mellé jön Licorice, Villa Leona! Egyből arc, kettes szinten megrángatva, Lickstack kell villannia még, Villa Darius szintén, Leona pedig még mehet majd, ha kell. És az a bizonyos vérzés elviszi, Ruki pedig visszáblip. Ha! Ennyi. Nem is kell tovább sokat várni, hogy Licorice Shifter megunja a banánt. És nem is kell hazamenni éppenséggel túl sokat, még nem lehet csinálni. Nem, hát menekült végig Rugi. Így van. Viszont bofont se kaptak semmit az égvilágon. Nem kell milliónakat farmolni. Se villanás, se kifárasztás. És Klax a következő hógolyó fog dönteni. Ez így van. És ilyenkor nagyon jó hógolyó, mert ezt már egyszer elmondtam, ugye mint 3900 aram meccs után. Tudom, hogy, hogy a hógolyó, ami akár kétszer is vissza, mint bármelyik másik idéző képesség, az újra használat. Nézd, szóval a legaktívabb és legjobban kihasználható idéző képesség, halljuk be, az egy hógolyó lehet. Azt talált is, de... Hát, aki nem megy be, azt tudjuk, hogy mi. Jelenleg Licorice, mondjuk így. Igen. Ne azt a jelzőt, amire te gondolsz. De szépen kifejezve gyáva. Gyáva. Torony alá nem mert most beugrani. Hazament, mint Licorice, mint Shifter. És hát nem tiamatos lesz a vásárlás, a Rubin kristályt vett, úgyhogy életerő, tankosság, mikor is meg két hosszú kardot. Hát ezzel szemben Ruki talán nem is annyira meglepjen egy cipőt, hogy kikerülgesse azokat a hógolyókat, ami éppen nála is van. Most már nincs. Ő ugye tudja lopkodni az idézői képességeken. Hát igen, a Hextech villantós Shifter. Hógolyók viszont még vannak. Azok van. Most eljátsz a Leona az, hogy fél és fut és szalad, aztán pedig jön a hógolyó kontra. Szint hátrány most van, de nem sokáig, még egy pár millión kell. A Leonának mondjuk egy olyan 4 darab. Indul Leona. Jön Darius, visszarántás, ebből simán van ez ennek vége. Rukinak innen kifele jövetel már nincsen. 2-0. Leona Darius. Hát, ők is beírják magukat most már ide a 2v2 történelmébe. Nem látunk szerintem még ilyet. Szerintem sem. Ilyesmi kategóriát, igen, hogy ilyen pofoszkodósat, de a Leona Darius szerintem nem. Hát Viszkren Kalisztára szoktak lenni, voltak már tavaly előtt is. De borzasztó sima volt amúgy így. Igen. Utólag visszagondolva erre a meccsre. Kína. Amerika egymás után két 2v2-t is meg tudott nyerni. És nem is volt benne Cloud9. Ja, most pontosan volt benne egy darab Cloud9. Így van. Itt ez még az első gyilkosság, ugye? Hát itt hiába a megtisztulás, hiába a villanások, az nagyon kevés. Ez a Leona, illetve Darius ellen. Már tudták, hogy elég lesz Dariusnak a passzívja, a vérzés el fogja vinni. És nem sokan mutattam, hogy a két gyilkosság itt Knox. Lehet, hogy Ruki körülbelül egy alaptámadás lett volna ebbe a szituációba. Itt pedig, amint eltalálta a hógolyó, ahogy te is mondtad, a következő hógolyó az a gyilkosságot fogja érni. És tényleg így lett. És még amúgy nagyjából az is mindegy volt, hogy melyikük hógolyója találja el. Az egyik. Mert a másik beéri, ugye? Mert a másik oda fog érni, így van. Ezt látok azon a Darius startnál, hogy Leona betalált, akkor Darius benyomta azt a gázpedált maxi gázzal. Aztán hadd menjen. Na! Akkor most jönnek ugye a döntős, most még az elődöntős meccsek, a győztesekből lesz egy Vietnám-Korea párbaj. Aztán pedig, hát, double lifték meg shifterék. Hát egy amerikai házi párbaj, ott az alsó ágon. Igen, csak hát most... Hogy úgy mondjam. Igen. Kíváncsi vagyok, mit fognak. Szerettem volna 4 bígút mondani, nem sikerült. Hát sajnos. Ez nem az a nap. Ez most nem az a nap. Utána meg nyilván majd a két győztes fogja így a döntőt lejátszani. A 2v2-ről, vagy re, vagy ben, vagy nem is tudom, hogy mi ide a pontosan jó jelző. Hát Faker még mindig komoly. Ő nem mosolyog, mondhatnánk, hogy ő egy robot, de azért nem ő is képes ám érzelmekre, senki se aggódjon. Így jobb.
Nem, csak kíváncsi voltam, miért van itt. Hát ezért. Felrúgok minden közben. Viszont ezzel megszüntettél egy csípolást a fülembe, úgyhogy... Tényleg? Igen. Most csak megnézem magam. Ez jól sikerült. Hát ez nagyon jó. Ez nagyon kretén. Szerintem nagyon jó lett amúgy. Ez a kis történet. Világi szelfik a stúdióba. Azt nem mondom. Csak annyira izgulunk ezen a 2-2 kupán. De továbbra is mondjuk persze, hogy nem azért született a 2-2, hogy meg az egész All-Star, hogy most tényleg rommá izguljuk magunkat, de... Így van. Ez Darius Leon, ez lelombozó volt egy picit azért. Nekem tetszett amúgy a kombójuk. Tegyük fel, hogy ott játszhatnék most én is, ami a büdös életben nem fogja megtörténni. És ez a kettő jönne. Főleg 30 plusz fölött már nem. De hogy így tudod, hogy elgondolkozzuk, hogy mivel szeretnék játszani kettőket, egy kis pókolós karakter, kis izé, kis flap, kis lúsön, csúszkál, csiszkál, di-di-di-di. Azt behozza az a két állat, a Leona, meg a Darius, azt tetsz, én mindenkit eltemetek. Ez most elkezdek gondolkozni, hogy szerintem majdnem mindent el tudnak temetni. Ilyen szinten ilyen hasonló kalibrű karakterre tudnak esetleg egy keménységet, vagy egy kemény választ visszaadni. Lásd mondjuk utána, hogyha van egy Mundua, nem tudom, nem volt szép dolog. Tényleg. Fájt. Viszont annál sikeresebb Anna. Volt a dolog. Nem, Anna nem. Én most nem, bár innen is üdvözlöm, hogyha néz. Nem. Vagy ha bármelyik nézünk, ugye Anna névvel van ellátszunk. Szia Anna. Akkor Annák, sziasztok Annák. Sziasztok, így van. Üdvözlünk titeket itt nálunk. Na mindegy is. Úristen, ez League of Legends? Én azt hittem, hogy ma overwatchozni fogunk. Aztán mégsem. Az milyen érdekes, hogy arról szól az ország, más játékokkal játszol. Amúgy adnám nagyon, ha lenne egy ilyen záró... Mikor... Csak az ilyen összes e-sport nagy emberei kellének bele. Szerintem rohadt jó lenne. Ilyen negyedik napnak, vagy pedig a harmadik napnak a ilyen nem tudom, bemelegítő részén, hogy... Dotáznának egyet, mit tudom én. De lerakja őket, igen, a LOL tutorial, Dota, igen, az is mehetne. Vagy belerakja őket mondjuk egy csébe, érted, ahol teljesen másik kell játszani. Én biztos nagyon szakadnék rajta. Hát én is. Aztán lehet, hogy még így is marha jók lennének. Aztán kiderül, hogy Faker igazából 32 játékkal játszik ilyen szinten. Így van. Az mindenki, akkor elmegy a fenébe aludni. Na! Hát... Niko a tiltólistán ismét. Szindra is. Ott lesz Varus? Valószínűleg lesz Varus is, és szerintem most már az illik a Xeratra is gondolni többet. Őt is ki lehet tiltani. És ugye Faker az előző meccsén kapott egy Orianya. Tiltást így célzottan. Lehet, hogy meg fogja kapni ezt majd újra a vietnámi delegációtól. Ugye az előbb ők szerátozott, most pedig ők tiltották. Város ismét ott van. Pirsz kedvence. A tiltó listán. Na de kik fogják követni? Darius Leona. Nem. Cassiopeia az egyik. És Lucian lesz a másik. Vagy nem. Igazából, ha Lucian nem vágják ki, akkor szerintem Faker az hozzá el. Legyen így. Mind Double Lift és mind Faker is amúgy szereti. Csak én most előre gondolkozom a következő meccsre, hogy ott is akár fölcsinálhat még Lucian. Hát nem, Lucian egy másik lövész, Caitlyn. Viszont a Lucian kiválasztása. Caitlyn egyszerre? Kettő is, igen. Oda került a tiltó listára. És ez egyik sem Lee Sin. Akkor miért mondtál Caitlyn-t? Nem tudom. Teszteltem, hogy figyelsz-e és figyelsz. Tökéletesen. Urgó Faker! Vége nem gondolkozott. Első kör, mi ez urgot? Jó, ilyen legyen. Jack kapitány pedig Ezreal. Tudod, meg egy Brand Misfortune kombóba gondolkozik, de még egyik sem választotta ki a karakterét. Azt hiszem Zeros előbb is ezt nyomta. Most gondolkozok, és lehet most bodarságot mondtam, de mint hogyha rémelne, hogy... Én elhittem. ...hogy ezt tolta. És akkor mellettek Xerath volt, ugye? Olyan rég volt már, hogy nem is emlékszem. Ha már Ori anyja. Faker elleni tiltás, hát nem, viszont választás. Igen, mellébre. Na, de viszont nem azt mondom, hogy itt a hatalmas tárgyak kirakásában kell gondolkozni itt bárkinek is, de mégis két varázsérdés ellen lehet játszani Fakeréknek, és az alaptámadások ellen jóval lassabban lehet elegendő védelmet felszedni magadra, mint mondjuk a varázsérdést. Sebző tárgyakkal szemben. Ugye a skill, nekem megállom, hogy van egy sebzés is, még arra jön a varázs. Szóval
Szerintem itt az Ezreal Urgo, ez most az első 7-8 percben nagyon kellemetlen lesz, aztán pedig majd jönnek az ultimátumok. Na de fizikai sebző lesz az ez? Hát igen. Itt azért lehet varázs sebző is. Lehet, de... Kicsit jó lehet. De igazából... Szerintem nem lesz, de lehet. Igazából lehet szerintem. Nagyon-nagyon nagy... tudást igényel egy Alpi ezért tökéletes használata, mert mindenki tud nyomkodni, az ebbetűr is sebez magától, de meg ilyenek, de... Hát az mindennel találni kell. Igen, az a mindennel találni kell, szóval lehet, hogy ezt szívesen bevállalja bármelyik játékos itt, hogy kopódzon, de nem. Hát Darán pengéje, úgyhogy... Azt pedig a válasz megadta. A kezdése mindenképpen fizikaibb, sebző. A túloldalon meg két Darán gyűrűje van. Éri a fő rúnája. Jack kapitánynak, fékennél meg utórengés. Az első találat a kapitányi, majdnem a második is. És hát sőt, Tonic mind a kettejüknél, itt a kék oldalon. Az pedig a piszkálódás, amiben ezért azért eléggé jó. Hey! Az pont. Yeah. Pont nem talált. Az meg nagyon nem talált. Azt sem talál. Brand, aki először komolyabban talál fékörék ellen. Most már azért Orianna is bele köszönt. Tehát úgy tűnik, hogy másodlagos rúnában mindenkinél a süti Tonic kettős van amúgy. Nem feltétlenül csodálom ezt az egészet. Érdekes amúgy, hogy a Orionnak új dobálása gyakrabban van, főleg játék elején, mint a Brandnek, és Brand azért 3-ból 2-szer talált, még az Eros mondjuk 8-ból csak egyszer. De majd a bonzás hullánál visszatérjünk a találati pontosságra. Hát igen, azért ez nem rossz, egy jó vonzás hullámra Brand végső képességét is beledobni. De finom. Hogy pattogjon. De finom, de miért is ezt kimondtad? Most már abszolút észszerűen felelhető, hogy mennyire nem áll közel egymáshoz a két játékos általában, de ugye mire mondatot befejeztem, egymás nyakán ül Jack és Faker. Hát igen, QTV azért kezd kifagyni a manájával, így a fele alatt van már most. Na, Faker, záros a célpont, jó az égetés. Faker pedig kapja a sebzést, mint az állat. QTV-nek van villanása, még nagyon kéne, és szeretne menni. Zeros, aki jön hátulról, mint az ostor. Úgy csattan a sebzés. Jacknek van virrlása, és van gyógyítása. Tehát lehet még pimaszt, lehet még agresszív. Faker visszajön, nem ment haza. QTV. Gyönyörű szépen dodzsol mindent Brand egyelőre. Azért az előbb érdekes volt, hogy nem ő villant, hanem tényleg nem Zeros. Aki tök alacsony életerő. Jó, mondjuk akkor még csak kettes volt Brand. Hátrébről. Lehet, nem volt képessége. Igaz. Még az is lehet. Neki viszont maximális életereje van, egy fél manája van, még egy potia, meg villanása is. De a Jack kapitány azért igen, csak mozgékony célpont azzal az Ezreal-lel. Úgyhogy őt nem lesz olyan könnyű eltalálgatni. Ő még itt maradt, farmolni azért lehet. Nagyjából egyenlően állnak. E tekintetben egy darab előnye van a piros oldalnak jelen pillanatban. Jó, most már 3. De hát 37 darab minion jön tőlük fékerék felé. Úgyhogy lehet javítani ezen az arányon. Haza megyem, hogy QTV is. Szerintem Jack kapitány is szépen lassan haza fog térni. Mire mondtam, már megy is. Féker varázs ellenállással jött. Semmiféle sebzés nem ruházott magára. Ezt a ezvészként amúgy imádom. Tehát nincs meg. De még meg lehet. Gyuri! Ha esetleg néz. Gyuri! Karácsony az még korán van, Mikulás már elmúlt, de pont a kettő között. Jó lehet. Ajaj, Faker! És te felejtsd el, Faker már az előbb mindent erre durrantott ahhoz, hogy éljen. Így van. Meg hogy támadjon is Zerosra. És valóban neki is haza kell menni. Jó, az ezredik kezdeményezés QTV-re.
megérezte bőségesen. Neki még van villanás, azt ne felejtsük. És Captain Jack pedig megy tovább, nem áll le a fiú. QTV is fordulna. Jön már egy raklapnyi kék minion. Tehát arra is kell tartogatni képességet majd itt a két mágusnak a vörös oldalról. Így van. Ha egy mód van rá, persze. Poti, ami van kettő, meg egy sütije is, amíg ez rülnek, tehát... Ez rül? Ez rülnek nincs sütikéje most. Már nincs? Már nincs. Hát azért mondom, hogy most már nincs neki. De a két poti ott van, ahogy mondtad. Meg hát a sebzése is ott van. Elég nagy arányban talál a képességeivel a kapitány, ami hát nyilván eléggé fontos. Na. Ha egy ezrél vagy. Most már vett egy darán pengét féker, csak hogy egy pici egy, sebzése legyen. Egy kis varázsvédelmet a két mágus ellen. Igen. Szóval most már azért eléggé tökös lesz az urgó, hogyha kezdeményezni kell. És hát lassan. Az íget is pedig lassan újra elérhető lesz. Meg a hatos szintet is. Há, igen. Szépen lassan majd befejlődik, hazamegy a másik oldalról is mind a kettő játékos. Remek zenéje van. Igen. Ennek az Ezrilnek. Zene és az a szárny effekt is, amikor... Á, ne, jó, a pizsis hőskinézetben is van ez a zene? Meg, nem tudom. Mert ezt még nem láttam. Nem tudom. De nagyon jó a skin. Valaki elküldi, akkor öribarik leszünk. Ó, azért, na, most a féker is durran, de ne felejtsük el, hogy életerőt nem vett senki semmilyen pluszt még, csak a dorányból származókat tudják beosztani a játékosok, tehát az egyre inkább fog majd fakernek is látszódni a sebzés a squishibb, vagy squishy karakterekkel szemben. Persze a pajzsa mindenképpen érdemes számolni, mert Orjának van azzal is. Megvannak a hatos szintek amúgy, már csak a kapitánynak nincs. Majd mindjárt. Még 3 millió kell, kb. Igen, szépen lassan neki is megjön. De hát a harcban inkább fékeré azért, kettőjük közül, ami számít. Az övé majd a kivégző lesz. Ő lehet a koreai mesterlövész, hát most nem elhibázott volt. Lövés. Igen. Wow. Jó, ott már talált. Hatos szintű most már mindenki. Kuti pedig nézze a lehetőséget arra, hogy lehessen kezdeményezni. Ennek a minionnak is. Zeros lefarmol mindent. Hoppá! Az mellé. Hát ez... Az fityis, QTV válaszol. Jó az ugrás Ezreal-től. Vonzás hullám, meg a Brand Ultimate pluszban. Faker végső képessége mellé. Detifikát a támad. Sem a nája, se semmilyen nincs Orianna, meg kell ölni. Jön Captain Jack és QTV is bajban lehet, aki vírása nincsen. Faker! Juhu! A minion sebzések még talán, de nem. Jack pedig menekülni kényszerül. Mindkét játékos szinte semennyi életörön táncikál QTV előtt. Szíves, és Faker közben villan jó a pajzs is, jön Jack! Gyönyörű játék! Faker és Jacktől. Csak meg kellett várni, hogy visszajönnek a képességek, és a megfelelő urgó pajzsnak köszönhetően le is lehet bekelni azt a QTV sebzést. Szép játék, Fakerik robotonak a döntőbe! Így van. Ők fognak majd megmérkőzni valamelyik amerikai duo ellen. Ugye vagy a Sipor is, vagy pedig a Double Boy. Akik mennek majd, megint itt van a győzelmi tánc Captain Jack részéről. Hát Korea már a VB-n nem sikerült, akkor legalább itt a 2v2 döntőjébe bekerülnek. És hát milyen picin múlik minden, Fakernek maradt vagy 5-10 életereje körülbelül itt az egész buli után. És ennyi múlt, hogy meg tudják ölni még UTV-t is itt a legvégén. Mert itt, hogyha meghal Faker, akkor azért ne legyenek kép. Kétségeink, Jack kapitány egyedül nem ment volna rá, de tökéletes volt Faker kezdeményezése, visszadobása. Így pedig megérdemelt a győzelem, az ellenfél is elismerte. Tapsával. Figyeld a táncot! Mindjárt lesz tánc. Táncolj. Nincs tánc. Akkor mégse. Pedig az előbb volt egy pici. Na mindegy, Fakerék így a döntőben. Nézzük, ki lesz az ellenfél. Vagy, hogy lesz-e megint Darius és Leona? Hát, az a helyzet, hogy ha valaki egy ilyen karaktert ült, az hülyének nézik. A Darius vagy Leonát? Aha. Lehet. És ez egy... Ez jó lehet, hogy egyszer biztos nem jön be. Igen. Akkor, hogy nem kell. Mikor is azért oldalra nézett, megint legyen? Aha, legyen. Jó van, akkor hozzuk el. Legyen a B, vagy legyen az A stratégia. Ja, hogy biztos van még nekik több opció is. Elsötétes, hogy orgat. Az se nem Leona, se nem Darius, úgyhogy eddig jó.
Hát pedig ők már itt nevetgélnek. Mit hozzunk el? Legyen most is random. Jó. Legyen random. Korki. Korki is urgó. Én nekem nagyon gyanús, hogy itt baloldalt egy USA lesz a tiltás, ha egy A betűs jön túl harmadiknak. Túl az A betűbe kezdő karakter, szóval nem lehet ellen tiltani, hogy belem is más olyan. Igen, az egy USA-be. Az pedig egy D és egy C. Az az AD carry. AD carry lesz, azt mondod? És akkor kirajak a double liftet. Nem, egy Nasus. NDC. Hát ez... Vagy CDN, ugye a másik irányból. Hát ezt aki tudja, hogy mit akar, az mondja meg, én nem tudom, viszont ez a Pike Blitzcrank, ez nekem nagyon gyanús, hogy megbeszélték előre, hogy legyenek ezek a kettősök. És a közönség imádja. Persze, hát hazai közönség előtt játszanak, ugye, a srácok. Itt Las Vegasban vagyunk. Négy hógolyó lesz Knaxa, ez így marad. Tehát ez tényleg a húzavonal lesz. Hát ez az. Ha. Ez az a meccs lesz, amiért egy All-Star gára létrejön a móka és kacagás. Mondjuk egy Pike Blitzcrank ellen se lennék ellenfél, még akkor sem, hogyha én is Pike és Blitzcrank vagyok. Ez remek ez a kép, ezt imádom. Oly bolyról. Most ezen fog gondolkozni, hogy az NDC, az mi lehet? Ami vagy nem jut eszembe, vagy nem tudom. Amit kiraktak tiltásból. Nem tudom. Most meg nem is érdekel. Vagy lehet, hogy NADC, mert hogy Nasus, és akkor ott NA számít, nem csak az N. Hát nem tudom, most ezen fog gondolkodni, de lehet, hogy mindjárt kiderül, vagy majd kapunk valamit a fülünkre. Hogy mi lehet ez az egész, az biztos, hogy a mérkőzésben most beugrunk. Mind a négy játékos Dorán pengéjével kezdett, mindenki utórengést hozott, úgyhogy szinte biztos benne, hogy az egész rúnájuk ugyanaz lesz. Még az egyik oldal rózsaszínbe öltözött, Shiptur, illetve Likor is kettőse. Az NDC-nek nagyon-nagyon sok jelentése van, és nem ezekre gondoltak. Ezeket itt olvasok, hogy... Hopp, egy hogolyó itt, egy ott. Szerintem nem erre gondoltak. Valószínűleg. Nem az lesz. Na mindegy, engedjük el. A cseten már biztos, hogy leírtátok amúgy, hogy mi az. Szóval valószínűleg a streamkezőnünk hamarosan bemondja majd a fülünkre, és aktívan figyel valószínűleg majd itt minden egyes mondatra és gondolatra, de lehet, hogy nem. Tényleg ez csak lehet, hogy simán Kanada? Amúgy. Mert hogy CND, és akkor a betűk nélkül Kanada. De nem CND volt. De. Ja, CDN volt. Eleve Nasus volt a C. Hát nekik sorrendben, ugye Korki... Állj, közben itt akció van. Nekik sorrendben CDN volt, meg Korki Diana Nasus. De akkor meg CDN-nek ki... Igen. Hát ez most akkor Kadana lett. Na, most. Most igen. Ez van. Jó, mindegy. Vagy lehet, hogy csak elrontották a sorrendet. Lehet, elrontották a sorrendet, de akkor valaki majd leírja nekünk. Akkor várjuk a válaszokat, hölgyeim és uraim. A chaten. Amit tökre szerintetek nem mit jelenthet a CDN, vagy az NDC? Rövidítés, amit ugye kiraktak az amerikai srácok. Na majd kiderül. Aztán reménykedünk, hogy hátra lesz a válaszunk. Igen. Kanada. Hát a Kanadára tippeltünk, de az nem jó. Igazából a kanadás ötletem is amúgy a kedves grafikus hölgyünktől jött, aki segítségemre sietett egy válaszsal. Na mindegy. Hát jött még egy válasz. Nem mintha néznénk a csetet, de... Jó van, Bibi! Le a kalappal! Halni nehet, három kis van még köztünk hülye! Rajtunk kívül is! Rajtunk kívül is! Tehát nem érezzük magunkat egyedül! Köszi, hogy itt vagy! Puszi, meg izé, nyuszi, izé. Igen. Meg a védekezés fontos. Ahogy ezt éppenséggel a piros oldali amerikai csapatnak kell végre hajtani, mert hát a tornyuk alatt történik meg jelen pillanatban a játék. Hoppá, jó a húzás! És egy villanás. Igen. Double lift behúzva közben. Boy-boy válaszó, shifter hógolva visszább lép. Double lift próbálkozik mindig. Felütés pedig jó. Likorisra. De két Blitzcrank semmi írettelen, és persze a két Pike pedig szórakozik is. Boxerök ugye a nagy
nagykézűek között. Többen mondjátok Kanadát, de én merem biztosan mondani, hogy az nem így rövidítik, hogy CDN, de most már... Szerintem csak szépen elírták ezt a ennyi. Lehet, akkor meg jó bénák. Na mindegy. Pike válasz, nincs húzás. Meglepően egy, vagy hát... Opa! Nincsen villanás éppesség a másik oldalról, viszont W még elvillanhat, el is villan időben, Shifter! Így az első gyilkosság, Vojvoj lép vissza, életerő, micsoda húzás Vojvojra, Shifter tölte jó ég! Szépen el lett csípve, de még azért Vojvojnak is volt egy villanása, nagyon kellett volna menekülni. Igen. Tényleg a húzások mérkőzése most ez. Az amerikai srácok között, és jön vissza közben Double Leaf, most már azért újra maximális életerőn is monán, és egy dalán pengével gazdagodik. Gyilkosságú így a piros oldal vezet, farmokba viszont a kék tud majd vezetgetni ezen nagyon-nagyon-nagyon sok minion után, ami okay. Itt már rájuk. Shifter és Licorice is kanadai. Akkor ez a Kanada akar lenni, és vagy mi tudjuk rosszul, hogy vele jön a Kanada, vagy ők írják rosszul, de most már teljesen mindegy. Az... Na, ők most kadanaiak. USA vs. Kanada. Így van. Szóval... Igen. Na hát hol lehet Shifter és Licorice, amikor a pályán van két bokor? Vajon bokorra vannak-e? Ki tudja, lehet, hogy a kezdőn áldog. Lehet, a kezdőn vannak. Hoppá! Micsoda hextek. Villanás, ettől a gyönyörű hős megjátszva, nézettől. Megjátszva. Az biztos. Vojvoj. Ő is megjátsza rendesen most. Itt most a négy játékos közül csak a Vojvoj, aki rosszabbul áll többiekhez képest. De nagyon kevés manám van, de igen. A szintelő viszont náluk van. Egyedül ő nem volt még otthon. Engeteg a minion. És folyamatosan ezt látjuk, hogy egyik vagy másik oldalra 7 millió minion érkezik. Persze, minion mögött lehet haladni. Igen. Minion nélkül már nem lehet, mert behúznak. Mind a két csapat biztosra megy. Ez a kettős ellen. Kíváncsiak, melyiküknek fog jobban kijönni. Azért egy pici farmerény most. Így a kék oldalon. De hát igen, akkor most a sorba a piros oldal jön. Nekik kell előre vonulni. Shifter, illetve Licorice kettősének. Hopp, az egy hextech villanó lesz megint. Visszafele. Licorice el van ezzel a kis rúnával. Az is hátrafele. Ó, oh, nem. Azt hittem hátrafele. Igen, és ugye a tisztes távolság fordított helyzetben is megvan. Minion nélkül Vojvoj sikerül behúzni még így is. Jó a kábítás! Azt a megyár villanásos Vojvojos dolgosságot. Kellett, mert... Így van. Shifter ölt volna. Na persze. De ne felejtsük el, már csak egy kill kell a kanadai csapatnak. És a torony pedig rengeteg sebzés nyel el, azért mind Pike, mind Blitzcrank nem arról híres, hogy gyorsan tudna pucolni minion, kivéve, hogyha végső képességet használnak, vagy pedig a csúszást. A kábítás, ami akár minion farmot is jelentene, még egy pár tárgy után. Hát itt most nem nagyon kéne vissza, helyej. Indul Licorice, hextech villanással, Shifter lép vissza, neki végső képessége még nincsen töltő, viszont Vojvojnak van. Kellett. Kellett, mert rengeteg damage pluszon most Double Leaf-nál és Vojvojnál a egy Pike ulti miatt. Tény. Egy gyönyörű volt a villanás, amely a Shifter kikerült mindenféle bajból le. Most Double Leaf meg Vojvoj kettősének helyében nem is biztos, hogy annyira feltolnám az ösvényt. Megnyugtató maga, biztos farm előnyük van. Talán kicsit biztonságosabb, hogyha az ő tornyuk alatt tudtak volna maradni. És nagyon nehéz dolog van Licorice, próbált arra úgy masszorolni és úgy behúzni valakit, hogy gondolkozni az ő fejükkel, hogy minionra lépnek majd ki valahogy farmon, és akkor el lehet népességgel húzogatni onnan. De nem van egyszerű ez, amikor van pár képesség a minion húzásra, és ölésre! Rip! Na! Na Vojvoj! Tarany alá, vagy nem megyünk tarany alá? Hát ez jó sztárgám, csak bemennék! Hát! Csak bemennék! Ugye az első torony is győzelmet az ér is jó, rám. Shifter kilép! Jön a válaszul, WT pedig tryhard vannak, csak a torony, már semmi, Shifter kilép. Jó a válasz, Vojvoj pedig farmol, majd megy a toronyra végül, és így
Azt te micsoda öröm! Ó! Hát több tízer dollárra volt szó. Igen. Easy peasy, gigi, vipi, de azért easy. És így kiderült, hogy Észak-Amerika nagyobb, mint Kanada. Meg hogy kik húznak jobban? Vagy várjál? Ja, igen, jól mondtad. Jól mondtad, jól mondtad. Igen. Bojba, illetve Davulis húz jobban. Huzovics Titus. Most már ezt is tudjuk. Huzovics Titus. Ez egy szép név. Köszönöm. De melyikük van ellátva vele? Davulis vagy Bojba? Hát végülis ebből Davulis, igen. Mert itt neki sikerült nagyon jól. Ez a behúzása meg a gyerete eltakarította a minionokat. Én ugye egy korábbi meccsen azt mondtam, hogy hát itt soha nem úgy lesz vége egy meccsnek, hogy ledöntöttek tornyot, hát aztán mégis. Ezen a napon bármi is megtörténhet, pedig nagyon jól állt a Siporis duó is. Addig ugye nekik volt a gyilkosság előny, a másik oldalon a farm előny. De hát az a gyilkosság kiegyenlítés az egyből megfordított mindent is. Ezen a mérkőzésen. Na így viszont a Double Boy fog Captain Fakerrel megmérkőzni. Bizony! A döntőbe, ahogy most már láthatjuk is ezen a csodás ágrajzon. Közülük fog kikerülni a győztes. És utána, tudod milyen Pierce? Tandem! Igen, utána valóban a tandem egy kis szünet majd... és tandem. Igen, lesz egy kis szünet, így van. Érkezni. Jó kis másfélvás, 2-2 párbajunk van. Igen, hát a tandemnek ugye kettőkor el kellett volna kezdődni, hát majdnem sikerült tartani a menetrendet. Ugye, végül is szombat lesz egyrészt ma. Hát, igen. Szombat lesz ma. Én nekem csak egy kóka kell felkelni. Jó, neked. Nekem bármikor. Akkor kinek jó most akkor? Mindenkinek. Neked jó. Nekem is jó. Neked nagyon viszont, jó. Én viszont nem tudok aludni, úgyhogy... Miért nem tudsz aludni? Nem vagyok, most lehet, hogy olyan fáradt leszek, hogy most fogok. Ne aggódj, fogsz tudni aludni. Nem aggódok én. Én azon gondolkozok most így játszok gondolattal, hogy reggel majd inkább itt dőljek el, vagy valahogy menjek haza otthon eldőlni. Nem tudom, melyik jobb. Ide kell visszajönned majd? Nem. Akkor otthon. De tennapi napból kiindulva. Nem otthon. És nem is 7:30-kor végeztem, mint mondjuk ti, hanem én ma 6-kor végeztem. Én mégis berültem, mint egy cementesen. És hiába visított Livius ebben a szabában. Amikor fáradt az ember, akkor ez... mint a tej. Ez nem is számít, így egy jó 5-6-7 óra all-sztározás után. Na, Faker és Jack. Kapitány Jack. Az igen. Az eddig látottak alapján melyikükre fogadnál, melyik párosra? Na, Vojboj pedig. Most, jó, hogy én játszok? Hát Pill és jövök. Hát tudod, az előbb ugye... 5 perc isre. Megcsálta a képet, most gyorsan ki kell posztolnia, meg ilyenek megnézni. Hó, meg a láztok shifteréket. Így van. Csicskák. USA jobb, mint Kadana. Ez is kiderült, ugye? És jön is volt. Itt várták. Kézmosás volt? Nem fontos. Na, azért szerintem ezen a meccsen már nem lesz megbeszélt duók. Hát az eddigiek alapján azért itt a Double Fallboy 2-s. Hát nem tudom, mit fog nekünk előadni. Lehet, hogy Likorisékat jobban megnéztem volna ebből a szempontból. Ők azért ugye behozták a Darius Leonát is, ami Finchit hoztak volna a döntőre is. De annyi baj legyen. Fékerem még mindig nem látsz egy arc rezzenése. Ő az All-Star-on is tökéletes koncentrációban. Körbeáll a 9 blitzcrank is végighúznának egy embert sorba. De lehetetlen csinálni, akkor is ilyen arca lenne. Ekkor is. Lehet. Ekkor is, de hát Likor is már. De ekkor is még megérkezhetne, ez már nem volt jó, viszont a tiéd amúgy tetszett. Neked nem? Így 2:30-kor jó lesz. Ilyenkor elmegy még a szódával. Na, Észak-Amerika avagy Korea? Ez itt a kérdés. Valaki itt már jegyes. Ezt egy készfejből nem mondtam volna meg, de Jack kapitányt látjuk. Az ott már gyanúsan valami jegygyűrű, vagy valami ilyesmi. Mit tudsz erről, Pierce, erről a gyűrűről ott azon az ujjon? Hát most már pont nem láttad, vagy nem tudom, hogy láttad-e.
Mindent látok. Mindent is látsz. Amerikában nagy az öröm, az biztos. Ők jó kedvűek. Ez pedig Faker. Ó, igen. Mosolyog! Faker mosolyog. Ez fake. Ó. Nagyon megy ez most neked a nevekkel. Most gondolkozol a következőn? Ja, azt hittem. Mi lenne itt az igenekkel? Még a kapitányt valahogy valamilyen szóvízbe beleviszed, akkor... Vagy nem tudom, Voyboyt. Mondjuk double liftet sem egyszerű. Nem, ez is csak a fáradtság is. Nézzük. 3-4 ilyen is már tényleg mindenki a temetőbe kíván. Megkérdezik a kollégát, kérdezik, hogy mit hozzak. Jaj, megbeszéltek gyorsan valamit. Hogy mit hozzanak, vagy mit tiltsanak, vagy bármi ilyesmi. Csak kezet fogtak? Ezt most nem tudom pontosan, hogy mit történt, de Nico tiltva, az biztos. Nézzük, jön-e megint az USA. Vagy Korea. Vagy egy orgot. Akkor még lehet USA. De hogy a Nikóból hogy lesz Korea, azt nem tudom. Na de majd meglátjuk. Két tiltás múlva. Barusz. Nem Barusz. NC. Én már csak erre figyelek, hogy mik a kezdőbetűk. Itt már... Ó, igen, az ismét egy USA lesz. Olyba jégtól. Hát az LCK-val jobb lett volna, mert így most NCK lett. De akkor még a koreai bajnokság ugye kijöhetett volna. De lehet még Korea National. Jó. Visz, csak úgy, hogy... Egy kicsit ugrálunk. Jó, mindegy. Megadtuk nekik, hogy Korea lett volna, csak későn szólt double lift, hogy az legyen. De értékeljük így is a próbálkozást. A Trash Alistar az egy igen érdekes kombónak tűnik. És érkezik. És kétszer is megnézhetjük. Lehet, akkor hogy csak ezt beszélték. Igen, ez az, hogy játsszuk egy ilyet? De én nyerni akarok. Na jó, menjen akkor. Mondta ez Faker, aztán még Alistar le is összerak. Aztán most mindegy, hogy milyen karakterre játszik, úgyis jobb lesz, mint te. Na jó, hát ezt ki tudja. De úgy tűnik, hogy Amerika ott már azért tél van, ott a hógolyók jönnek. És hát mi lenne jó ellenszer a hóra, hogyha nem? Egy kis égetés, maga a tűz. Féken részéről, meg a kifárasztásban is hisz. A koreai régió. Igen, és most gondolkozok azon, hogy mennyire jó a hógolyó most egy Trash Alistarnak, és nagyon. Most Alistarnak biztosan. Még a Trash még hagyja, mert az egy Alistar le lett. Igazából a kettőben egynek, ha már van, akkor az jó lehet. A másik oldal a kifárasztás az, amit annyira nem tartok jónak. Ugye azért, mert egyik karakter sem arra híres, hogy könnyen porlad, vagy sok mindent csinálná vele, hogyha ki van fárasztva, és túlságosan gyengébb benne tőle. Na majd, ha az egy varázssebző Alistar lesz, meg egy lövészként épített Trash. Akkor persze, akkor jól lehet. Aztán ki tudja, hogy építkeznek. Jack kapitány nem is érti, hogy itt mi történik. Na kire fogadsz, Pierce? Trash Alistar, Amerika, Korea. Ki fog nyerni? Hát én azt mondom, hogy ez ilyen... Egyrészt három gyilkosságot fogunk látni, szerintem Korea viszi. Én nyilván... Tehát Amerika bekezd egy nullával, aztán pedig 2-1. Én nyilván Amerikára szavazok. Nem helyes. A szívem mégiscsak amerikai. És annyi TSM játékos van itt, hál' Isten. Ugye? Amúgy egy van az All-Star-on. Én ma még nem láttam. Tegnap volt Broken Blade, de egybe ki is kapott. Ma nincs. Mondjuk, hát a tandemen, vagy a Nexus Blitzen azért lehet. Valószínűleg igen, de most nincsen. Na mindegy, USA-t Boyboy és Devilis képviseli. Ez így van, mindenkinél utórengés. Végül égetést hozott amúgy Boyboy, kifárasztás is eltűnt Jack kapitánytól, gyógyítás pajzs. A maximális védelemre ment rá egy tekintetben. Hextech Alistar itt. Nem jut eszembe a nevetres ott. Ugye? Nem üresség. Mert... Na,
valami sötét csillag, valami ilyesmi. Az az, az az, az, az sötét csillag flash, hely. Na jó, akkor. Alistair egyből fejel, double lift az, fékő pedig megindul. Volna. Kinézett magának egy visszalökés, egy pontos, egy porrázúzás valószínűleg, ilyen földrecsapásos finomságot, de nem ért el odáig, ameddig szeretett volna menni, ezt te is jól vetted észre. És úr is mondtad. Legalábbis not yet. Lélekgyűjtés, ez pedig persze mindenképp megindul, mert azért az is sebzés többetet fog jelenteni majd a Thrashnek, mindkettőnek. És a WF nem tudom, hogy csak a mana miatt, vagy varázssebzés miatt, de ugye Dorán gyűrűjével kezdett, Dorán pengéjével pedig Vojboy. Ezzel szemben a koreai kettős azért hát inkább a tankosságra ment rá így kezdésnek. Életerő visszatöltés. Főként. Kíváncsi leszek az építkezésekre. Már persze, ha eljutunk addig így a mérkőzés. Hát a farm az nem Amerikának kedvez. Eddig. Nem, és igazából még kettes szint is messze van. Igen. WF-nek és Vojvojnak. Na, most már megvan. Igen, csak ott saját orrik alatt is érkező 8 milliónál szemben, ami azt jelenti, hogy annyira nem lehet még mókázni, mert sok millió veszteség lesz ebből. Bár még egyszer mondom, nehezen hinném, mert ez a meccs, ez a 100 millióna dőlne el. Bár itt van double lift. Hát ő azért ebben már jeleskedett ma. Ha bele kell húznia, hogyha most is akar. 22-8. Rántotta. Ha már bele kell húznia, akkor Jack kapitány meg is tette. Ezt. Most már azért ez a 22-15-6-6. Ez azért már sokkal jobban néz ki. Itt a 22-8 ezer több. Hopp, azt talált. Akarj be! Hát... Ilyába is, hogy Alistair, vagy érzed magad egy Alistairnak, egy Thresh Alistair közé nem hoznék be túl szívesen. Hiába van mögöttem is. Hoppa. A Thresh. Indul double lift, jó a kombó, válaszol Faker, allé mellek ki Vojboyt, jó a lámpás, egy kis plusz pajzsnak, és kihúzni a csávából double liftet. Jobban cserél egyértelműen Amerika most itt. Az meg egy nem sokon múló halálos ítélet, de igen, ez most tényleg Amerikának kedvezett. Most az ő minionjaik jönnek, ezt már az előző meccsen láttuk. A Blitzcrank Pike kettősnél. Egyszer ide, egyszer oda. És átmenetileg farmon visszajöttek, de... Most van itt a farm kupac. Kurai csapatnak, szóval a kb. 10-11-es farm előny meg lehet, a sikerül mindegy begyűzteni a torony alatt. Hát Vojvoj maradt a fizikai sebzésre való építkezésnél, az biztos. Két Dorán pengé, egy hosszú kard. Semmi másban nem kukucskált bele így az elején építkezés ügyileg. Szerintem kb. Az összes milliót elvitték toronyra, talán egyet nem egyet, sikerült. Azt hiszem, egyet nem, de itt akkor kórának. Is elég durva. Hát igen, azért az nem rossz. A szinergia, az a sok-sok év, amit a 2-2 kupára készült. Igen. Faker kapitány Jack. Hát ugye Faker most sajnos nem volt ott a világbajnokságon, volt ideje készülni. Igen. Erre a 2-2-re. Ki választott a hű cimboráját, Jack kapitányt. Hát, nem volt az elképzelés, de nem sikerült. Megvalósításba akadtak problémák. Szokásos, látjuk, az előbb a piros minionok mentek előre, most jönnek a kékek. 51-36-os állásnál. De hát ez azért nincs annyi minion, hogy ez kiegyenlítse. Hát nem. Nem sokon múlik, de annyi nincs. Na beugrasz, vicces lett volna, hogy elhúzzák oda egy double liftet, mert akkor egy gyors fűrönás lett volna a vége ennek az Alistairnak. Na de shopping! Ember shoppingolni a tankosabb beállítottságot Thresh és Alistair, és... Hát azért... Hát tankosággal ennyit. Alistair, igen. Igen. Neki megvan. Egy csákány. Ki lehessen bányászni Vojvojt a meccsből. Láttad, ott volt már a csákány mellett ott ragyogás is. Amit vásárolt. Most Jack akkor kapitán. Mi lesz, kedves kapitány Jack úr? Gondolkozzik, hopp! Na, én most már megvárom. Mi a vége? A hatalmas variálások közepette. Dorámpas, dorámpenge, Rubin kristály, hosszú kard, ez már olyan véglegesnek tűnik. De még mind, ne, most már elindult. Két hosszú kard. Na hát a tárgyelőny az egyértelmű.
ha azt mondjuk, hogy van egy tank is, van egy lövésze a Koreának, viszont szint hátránya is van. És visszajöttek farmról is bőven picikét most az amerikai csapatok. Így van. Nem is picikét, hanem most bőven, de még mindig Koreánál lesz az előny, hogyha ez az érkező minion hadsereget le tudják farmolni. És hát azt az előbb láttuk, hogy megy nekik. Igen, viszont hatos mindenki most már. Legalábbis annak kéne lennie, egy Jack még éppenséggel nem az. A kombó nem rossz, Vojból lép visszább. Még egy nyúzással alakít a helyzeten. És nem sikerül minden miniont elhozni, köszönhető ugye a belenyúlkálásba. A Faker végső képesség elcsattan, égetés. Mindent rápakol az amerikai csapat Fakerrel, akinek haza kell mennie. Így még kevesebb a lehetőség a farmokat elhozni a Captain Jacknek. Nem megy végül Faker haza. Ilyet van, már láttunk, mikor urgotozott, akkor is nagyon kevés életlenül hazamegy, de mégse. Ott bejött. Meglátjuk, itt is be fog érni. Hát ahogy vártad a kifárasztásom, hogy tényleg nem ért nagyjából semmit, mert későn jött ki igazából Faker részéről. Na, az viszont jó. Égetés, Vojvoj villankapásból, kábít Faker, jön Captain Jack, ütögeti folyton a hátát, Vojvoj lép vissza, mi mindig, jó a nyúzás, meg lehet ölni valami időt, és kijön még a poti, Faker torony alatt, Faker meghal, mi kilöki Vojvojt, Vojvoj meghalta, vagy nem, a cserebere jó, de Captain Jack meg fog halni valószínűleg, és 2-0-ás lesz végül a csere. Double lift, de nincs még visszaadott képessége, villan, visszalökés, és Jack kapitány halálával, 2-0 Amerikának. Oda ment double lift is Vojvoj, megkörni Faker-t, hogy léci! Gyertek azzal, amire gyúrtunk már pár napja! Igen, ők meg ezzel gyakoroltak direkt, tudták, hogy ezt egyszer ki fogják használni. És kihívják használni a bajnokot, meg a társát. És igül, hát Észak-Amerika. Hát én mondtam. 2-2 bajnoka, a mai nap első. Versenyszám mérkőzésein, és akkor így Vojvoj double lift. Vagy Boy Leaf, vagy... Double Boy. Vagy Double ez Boy. A hivatalos neve a hivatalos, de... Ugye bár. És tessék, hát pont erről beszélni, hogy Faker akkor nem ment haza, és bejött. Most nem ment haza, és nem jött be, de majdnem bejött. Nem sokon múlt Vojvoj. Iszonyúan küzdött, hogy elérje azt a gyógyítást, ami ott volt náluk. Végül sikerült, Double Leaf meg bedobta Fakert a torony alá. Így ott már biztos volt, hogy ő meg fog halni. És hát neki még villanása is maradt. Elit Jack kapitány elé tudott menni, felvette előle a gyógyítást, visszadobta Vojvojnak, és garantált a gyilkosság innentől kezdve. Hát nagyon kicsi múlt amúgy, de mégis minden. De mosolyt csar az arcára mindenkinek, jó kicsit Vojvojék túltadták az örömet, de hát, hát ilyen ez, bajnokok, így van, de mind Faker, mind pedig Jack azért jót mosolyogtak rajta, szóval... Most még interjú is van. Hát mindenképpen kellemes volt, és... Jó, hát van egy gyors interjú, de sajnos azt mondjam, hogy egy gyors szünetről, hogy végig éresen hallgatni, azt tudjuk, hiszen nem sokára majd tandemmel. Pa-pa!